Veszprémben a magyarok nagyasszonya plébánia templom új tetőszerkezetét áldotta meg Márfi Gyula érsek november 21-én, szombaton, hálaadó szentmise keretében. Az ünnep kezdetén Sall Tamás plébánost Veszprém megyei jogú város önkormányzata Promeritis díjban részesítette, a Csolnoki város részért végzett példaértékű tevékenységért, valamint kitartó közösségépítő tevékenységért. A díjat Porga Gyula Veszprém polgármestere adta át. Márfi Gyula érsek pedig bejelentette, hogy Sall Tamás plébánost érseki tanácsossá nevezte ki. Hegyi László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára is köszöntötte a megjelenteket az ünnep alkalmából a Veszprémi Mindszenti Emléktemplomban. Beszédében hangsúlyozta Mindszenti József bíboros életének és munkásságának jelentőségét, Veszprém város történelmi és keresztény hitének fontosságát, Magyarország életében betöltött szerepét. A szentmisét együtt mutatta be a főpásztorral és a plébánossal Szerenka Miklós érseki helynök, Levcsenko Róbert kárpátaljai parókus, a plébánia testvérközösségének lelkipásztora, valamint Mátrai Benedek váci kanonok. Márfi Gyula érsek szentbeszédében kiemelte, hogy templomaink rendszeres felkeresése azért is fontos minden keresztény ember számára, mert a liturgikus térereje sokkal közelebb hozza Isten számunkra. Sall Tamás plébánost a templom felújítástól kérdeztük. Ez a templom valójában még fiatal, 20 éves, és hát olyan körülmények között volt az építkezés, ami hát azt eredményezte, hogy a tetőszerkezet egy elhibázott dolog volt, és ennek 20 éven át viseltük a kellemetlen következményeit, az állandó beázást, és mindig a legváratlanabb helyeken ázott be a templom. Úgyhogy a szakembereket kérdeztük sorra, senki nem tudta megmondani, hol ázik be. Szóval kérem, itt jelenkezik a víz, lehet, hogy a beázás 5 méterrel arrébb van. Az évről évre így ment. És végül egyre többen azt mondták a szakemberek között, hogy plébános úr, nem szabad ezt csinálni, le kell cserélni a tető szerkezetet, és akkor vége a ennek a gond sorozatnak. És hát a jó Isten úgy adta, hogy elérkezett az idő. Én magam se gondoltam, ugye belegondoltam, átélve az építkezést, ugye ez megint mekkora munka, mennyi pénzbe kerül, hogy ezt honnan szerzem meg. Szent József közbenjárására minden sikerült. A kedves hívek is felbuzdultak, elindult egy folyamat, pályáztunk, segítettek, nyertünk a pályázaton, segített az önkormányzat, segített a területi képviselők segítettek, és hát így indulhatott el igazából a tetőzetnek a megújítása. Itt, amikor a fölöttem levő részt cserélték, azt mondták a szakemberek, hogy csak ezen az oldalon 14 olyan hibát tártak fel, amiből egy is elég lett volna, hogy folyamatosan beázzon a templom. És hát az egész ki van cserével, más konstrukció, a külső héjazatán ez gyakorlatilag nem látszik, de egyébként most már meg van szellőztetve ez a tető, úgyhogy az elvárásoknak, a mai kor elvárásainak megfelel. És hát ugye mikor legyen a tető megáldása, nem akkor, amikor esik az eső. És hát jól vizsgázott, mert egyikünk sem ázott meg itt a templomba, és a falon sem látni sehol befolyásnak a nyomát. Porga Gyula polgármestert arra kértük, mondja el, miért fontos Veszprém városának, hogy elismerje a kiemelkedő tevékenységet végző emberek munkáját. Egy fontos díj szerintem a Promeritis Veszprémben. Az egyik
jelentősége az az, hogy itt egy közösség, egy plébániai közösség volt az, aki megtette a felterjesztést erre a díjra. És én azt látom, hogy itt Veszprémben a plébániák, a plébánosok nagyon fontos missziót töltenek be, hiszen nem csak a kötelező rájuk rót feladatot végzik, hanem ennél sokkal szervesebb részei a veszprémi nagy közösségnek. Azt látjuk, hogy egy-egy plébánia mellett nagyon jó közösségek jönnek létre, és ezek a közösségek hasznosak a város szempontjából is, és jó látni azt, hogy ezek a közösségek a vezetőjüket folyamatosan fel is terjesztik ezekre az elismerésekre. Így vagyunk igazán erősek, hogy van egy erős közösség, ennek az erős közösségnek van egy lelkes, jószándékú vezetője, a városnak a közösségének, akit most jelen pillanatban én képviselek, pedig az a feladata, vagy az a tisztesség jut neki, hogy elismerje ezeket a tevékenységeket.